Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Július 4-én megkezdődik a Harmony Albensis templomi koncertsorozat, amely két évtizede az egyik legnépszerűbb nyári komolyzenei hangversenysorozat Székesfehérváron. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Albaregia Szimfonikus Zenekar igazgatóját, Major Istvánt, Selmeci Gábort, koncertmestert és Dubocki Gergelyt, a zenekar művészeti vezetőjét. Szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok velünk. Július 4-e, ugye az első Monteverdi műve kinyitja a Mennyország kapuját, és hallhatjuk ott, milyen zene szól. Németh Pál Liszt-Ferenc díjas karmester vezényli az esti imádságot. Azt hiszem, hogy ez egy szép este lesz. Hát előjáróban, ha lehet, akkor néhány szót úgy ámblokkal az egész sorozattal kapcsolatban mondanék, hogy alapvetően ez egy nagy múltú sorozat, ugye? Székesfehérvár kulturális életének egyik jeles eseménye minden nyáron. Most már közel két évtizede megrendezzük ezt a sorozatot itt Fehérváron. És az idei sorozatra azt tudom mondani, hogy tradicionális is, és újszerű is egyben. Tradicionális abban a tekintetben, hogy a koncertek karaktere nagyjából megegyezik az előző évekéhez. Tehát lesz orgona koncert, lesz olyan koncert, ahol az Albaregia Szimfonikus Zenekar és a helyi kórusok közösen szerepelnek. Lesz olyan koncert, ahol meghívott vendégegyüttes lép fel egy készprodukcióval, és lesz egy olyan koncert, ami teljes mértékben újdonság, ez pedig a Kossuth Díjas zeneszerző Selmeci Györgynek az ős operáit fogja tartalmazni. És akkor visszakanyarodva az első koncerthez. Igen, még akkor tegyük hozzá, hogy az is különleges, hogy a második János Pál téren. Abszolút, az tehát az minden szempontból az újdonság. Az önmaga lesz a csoda. Igen, én bizonyos igen, vagyok igen. benne, hogy a székesfehérváriak és az ide látogatók is nagy örömmel fogadják. Egyrészt az egy méltóságteli környezet, és hát nagyon kíváncsi vagyok rá. Na, és akkor jöjjön Monteverdi. Igen. Tehát az első koncert rögtön az a kategória, amikor meghívunk egy neves együttest. Ugye tettük ezt korábban, ha visszagondol a zeneszerető közönségünk, aki látta a korábbi évek sorozatait, volt járt itt a Mendelssohn kamarazenekar, vagy az Anima Musica kamarazenekar, most idén a Savaria Barokk együttes jön el, a Octobois kórussal karöltve, kiváló szólistákkal, és ezt a reneszánszból barokkba átmenő stílust képviselő fantasztikus egyházzenei művet hallgathatja meg a közönség a Ciszter templomban július 4-én. Ez az első koncert. Esik szó Németh Pálról, hiszen a klasszikus zenerajongók nyilván ismerik, de azért ismerjük meg is. Hát ő fuvola művész, és a barokk zene nagy szakértője, és jó ideje viszi ezt az együttesét, nagyon komoly, rangos koncerteket adnak rendszeresen a Zeneakadémián, és hát kifejezetten a régi zenére szakosodtak, ennek megfelelően a hangszereik is régi hangszerek, tehát bélhurokon játszanak, illetve a fúvós hangszereik is, ezeknek a régi fúvós hangszereknek a kópiái. Következik a Szent Sebestyén templom. A Szent Sebestyén templom egy ősidők óta az egyik legfontosabb otthona a Harmony Albensisnek. Dubocki Gergely vezényel, lesz Haydn, Schubert és számtalan olyan fellépő, akikre azt mondom, hogy csettintünk, hiszen itt lesznek a székesfehérvári kórusok, értelemszerűen Miklós Erika, ahogy néztem, tehát ez egy pazar este várható. Igen, már is, csak még a Monteverdi Veszpróhoz csak igen. annyit fűznék hozzá, hogy Németh Pál tényleg nagyon régóta foglalkozik ezzel a műfajjal, és időről időre tűzi műsorra ennek a korszaknak a remek műveit. Tehát a Veszpró az egy ilyen 90 perces hatalmas mű, és tényleg Monteverdi egyik legkomolyabb alkotása, és 1610 egyébként. És hát ez olyan régen született ez a mű, hogy tényleg különleges lesz az is, hogy megszólalnak nagyjából akkori hangszereken ezek az akkordok, mert egyszerűen másképp szólal meg. Gábor, ez kihívás
az úgymond, ahogy Gergely fogalmazott, hogy az akkori hangszereket megszólaltatni? Ez mindenképp egy kihívás. Mi nem ezen tanultunk általában, de most már annyira gyakorlat hozzá lehet jutni ezekhez a hangszerekhez. Úgy értem, vannak olyan hangszerek, amiket visszaépítettek a korai formájukba, és szerintem mindenkinek érdemes legalább egy kis sétát tenni ebbe az irányba, hogy érezze a kezén és a saját testén az, hogy milyen technikával, milyen nüanszokkal nyúltak hozzá annak idején a hangszerek. Ezek a húrok, vagy a vonó, ez tanítja a hegedűst. Tehát tényleg óriási érzés. Érezzük, hogy mennyire precízen kell játszani tulajdonképpen ahhoz, hogy valami megszólaljon. Tehát tényleg erről én nem voltam mindig oda ezért, de tényleg volt egy pont, amikor azt gondoltam, hogy na most meg kell próbálni, el kell ezzel kezdeni foglalkozni, és azóta nagyon-nagyon szívesen csinálom. Nem mondom, hogy szakértője vagyok ennek a témának, de borzasztó boldog vagyok, hogy a zenekarunk a korai barokk művektől a kortárs művekig, ugye ez tényleg tökéletesen bemutatja, hogy mindenhez van lehetőségünk is, alkalmunk hozzányúlni, mindenbe belekóstolni, mindennel komolyan foglalkozni. Tehát ez egy nagyon nagy boldogság. Az elmúlt években, tehát a Szentsebestyén templomot azért emeltem, nyilván itt íve lesz ennek a történetnek most, ennek a koncertsorozatnak, mert ha megfigyeltetek, főszerepet játszottatok már a Szentsebestyén templomban, aztán volt itt ugye Medvecki Ádám, Ács János, Boros Csilla adott esetben, tehát nagyszerű repertoár volt mindig. És most is úgy van. Tehát hánynak kezdjük akkor? Igen, a koncert maga a La Passione nevet kapta a Haydn szimfónia miatt, ugyanis ennek a 49. F-moll szimfóniának a mellékneve La Passione. Hihetetlen erős dramaturgia van, és az F-moll sötét hangneműből kifolyólag nagyon viharos érzelmek is vannak ahhoz képest, hogy ez egy Haydn stílusban megírt mű, ami tehát a klasszikában más eszközök voltak a dráma kifejezésére. Ez úgynevezett Sturm und Drang, tehát a lázadó, dacoló stíluskorszaknak a műve, és nagyon szépen passzol a Schubert miséhez, ami a program végén szerepel majd a G-dur mise. Igen, mert hogy Schubert kihagyhatatlan. A Schubertről beszéljünk egy kicsit, hiszen azt hiszem, hogy jól emlékszem, hogy Gábor egyik kedvenc szerzője. Igen, ezt már elmondtam, és bárhányszor el tudom mondani, hogy úgy érzem, hogy elérkeztem abba a korba, hogy azt mondom, hogy nagyon szeretek minden zenét, mindent nagyon szeresen csinálok, de Schubert, szóval ez valahogy számomra mindig egy pár centivel a dolgok felett van. Most is volt alkalmunk egy kis Schubert darabbal foglalkozni, a kvartettünkkel, és az is egy egészen rendkívüli kis találkozó volt. Tehát amikor egy Schubertet el tudunk játszani, az egy olyan szellemiségbe vezet bennünket, ami engem személy szerint borzasztó boldog. Tehát nyilván a bécsi közeg miatt is, de játszottam is ezt a kis G-dur misét nagyon sokszor, nagyon, nagyon szerettem, egészen rendkívüli csodálatos hangulata van. És visszatér Miklós Erika, végre nem csak a kis virtuózokban látjuk, hogy sikerült meggyőzni. Hát én azt gondolom, nem kell őt sokat győzködni, egy Székesfehérvárra jöjjön énekelni, hiszen én azt gondolom, hogy szeret a zenekarunkkal dolgozni. Ugye tavaly, ha visszaemlékszünk, akkor egy nagyon szép barokk koncertet adtunk a Ciszter templomban vele. Úgyhogy örömmel vállalta. Bár hozzáteszem, ugye gondolom Gergő fog beszélni erről a három dalról, ami ez a két nagy mű közé került a programba. Ez egy különleges kihívás vagy program, hiszen ezzel még Erika sem találkozott ilyen formában. Ez a Gergőnek a javaslata volt, ezeket a darabokat betenni a két nagy mű közé. Tehát az És az álmok, a Pisztráng és a Margit a rokkánál. Igen, ebben az a nagyon különleges, hogy természetesen ezek zongora kíséretes dalok, mint a többi 600. De annyira jó művek, hogy későbbi nagy zeneszerzők indítatást éreztek, hogy ezeket nagy zenekar, vagy relatív nagy zenekar átültessék. És most ez a három dal,
ami az ennek a címe az előbb elhangzott, most zenekari kísérettel fogjuk eljátszani, és egy részét biztos, hogy ismeri, a Pisztánkot biztos, hogy ismeri a nézőközönség, és nagyon várom, hogy ebből mit tudunk kihozni, már csak azért is, mert a zenekari muzsikusnak így alkalma nyílik a dalokkal való közvetlen találkozásra, ami nem olyan magától értetődik. Hát, így van. Tehát, egy mindenképpen egy különleges dolog. Miért adtunk kevés szó esik a kórusokról? Azért most említsük meg az öt kórust, hiszen az Ars Oratória az már a tiétek, a miénk, ha úgy tetszik. De ahogy a többi is, tehát az Oti néni Primavera kórusa, az Alba Régia Vegyes Kar Knejfeli, mivel a Vox Ars Musica Szabó Adrien és a Vox Mirabilis Zemlényi Katicával, azt hiszem, hogy ez az egy remek csapat. És ráadásul, ha hozzáteszünk az Immedias Brass, akkor ez egy komoly csapat áll melletted, mögötted, előtted. Igen, hát ez ugye hatalmas apparátus sáv fog változni, pillanatokon belül is mindig nagyon körülményes egyezkedés történik, hogy mindenkinek jusson szerep, de nagyon szeretnénk ezt, mert fontos az, hogy a kórusokkal egy élő kapcsolat maradjon, és időről időre mindig előálljunk közösen valami műsorral, úgyhogy most valóban minden négy kórus itt énekelni fog majd a Schubert misében. Az Ars Oratória egyébként beváltotta a reményeket, a hozzáfűzött reményeket? Én azt gondolom mindenképpen, hát ezt a közönségnek kell leginkább eldöntenie. Azt egy apró pontosításként elmondanám, hogy a 11. helyi koncerten a négy helyi kórus fog szerepelni, az Ars Oratória kórus nem. Ezt ott a Schubert misét a kórus vezetők közös javaslata volt, hogy tegyük be a programba. Úgyhogy ez kifejezetten az ő kérésükre szerepel ott. Az Ars Oratória kórus a következő harmadik koncerten a Selmeci György ősoperáiban fog színre lépni majd. És akkor megérkeztünk Selmeci György Kossuth Díjas zeneszerzőhöz, aki, hát ugye ez egy Magyarország ősbe mutató, az ős operák. Ahogy én itt olvasom, hogy a középkori liturgikus drámát, illetve a népi kultúra különleges arhaikus színjátékait ötvözi, azt hiszem, hogy ez egy rendkívül izgalmas és felelősségteljes munka részéről is, és minden szereplő részéről, mert ez valami új, valami nagyszerű lesz. Igen. Nagyon bízom benne, hogy nagyszerű lesz. Ugye nagybátyámról van szó, ezt azért muszáj nagy büszkeséggel megemlítenem. Tudom jól, hogy ő egész életében foglalkozott különböző intenzitással, de mindig az operával. Tehát gyönyörű operákat is ért, és mindig tanítja is, és mindig visszatért, kereste ennek a gyökereit, és hogy lehet visszanyúlni abba a népi kultúrába, ahonnan ezek erednek, ezek a darabok. És úgy gondolom, hogy ez ott a II. János Pál Apostol téren ez egy csodálatos alkalomnak ígérkezik. Én ismerem nagyjából a darabokat is, és csak bíztatni tudok mindenkit, hogy... Egyébként ő maga így fogalmaz, én azt hiszem, hogy annyira plasztikusan mondja el nekünk minden köznapi ember számára érthetően, hogy ez micsoda, hogy felolvasom, idézem, a Kárpát-medence archaikus keresztény közösségének egyházi és világi műformái, himnusz népének repertoár, a kolostori és iskolajátékok hagyománya, az egyházi és világi ünnepek, búcsúk, zenés, táncos, alakoskodó színjátékai. Ez egy végtelenül kedves szöveg, és azt hiszem, hogy abszolút érthető. De. Milyen gondolatokkal várjátok ezt? Kérdezem, nekem még az nagyon érdekes ebben a Selmeci bemutatóban, hogy voltak ezek a középkori misztériumjátékok, amik a templomokhoz kötődnek, és a szakrális műfajhoz, meg van az opera, ami egy világi műfaj. És hát most legutóbb, amikor ez a szóba került, akkor Selmeci György zeneszerző azt mondta, hogy hát a kettő között valahol. Ugye? Tehát neked is ez a benyomásod. Tehát az érdekesebben, hogy hogyan tud mind a két műfajból meríteni.
egy ilyen vállalkozás. Nagyon kíváncsian várom én is. Én is kíváncsi vagyok, jó, már csak sorozat. Itt hozzáfűzöm, és utána István, a tiéd a szó, hiszen ott lesz a zöld, tehát a Szepes Imre barátunk, a Mékes Aula, tehát gyönyörűséges a fényfestés, tehát a kellően elvarázsolt a zöld, tudjuk ezt jól, viszont ilyenkor mindig kitesz magáért, és ráadásul ugye azt is említsük meg, hogy Pad Zoltán is itt lesz az Ars Oratória kamarakórus vezényleként. Azt szerettem volna hozzátenni, hogy igazából nekünk volt találkozásunk ezekkel a darabokkal, és itt Székesfehérváron ezeknek a daraboknak, hát nem igen, nem mondhatjuk azt, hogy ős bemutatója lesz, bár egy kicsit, vagy sok szempontból másként fog megrendezésre kerülni ez a két darab. Ugyanis tavaly a Miskolci Opera Fesztiválon ez a két mű elhangzott már. Óriási sikere volt. És mivel részese lehettem a produkciónak, így azoknak az élményeknek a hatására döntöttem úgy, hogy ezt meg kell mutatni itthon is Fehérváron. És annyiban lesz más az előadás, hogy az Ars Oratória kamarakórus fog benne szerepelni, amely jóval nagyobb létszámú kórus, mint ahogy Miskolcon megjelent a mű. Ez sok tekintetben a rendezést is befolyásolja, és bizonyos helyzeteket máshogy kell majd színre vinni. Ezen kívül fontos a fehérváriaknak elmondanom azt, hogy Selmeci György művészetéhez től elválaszthatatlan a humor, a zenei humor. Elválaszthatatlan a sokszínűség, mindenféle műfaj, ugye a népi jellegűtől a jazzék és a kortárs zene, ez mind-mind megtalálható a darabban. Ezen kívül fontos azt is elmondani, hogy alapvetően színpadi darab, ennek megfelelően nem operaénekesek játsszák a szerepeket, hanem színészek. És itt Fehérváron különösen érdekes lesz, és talán csábító lesz a fiatalabb generáció számára is, hogy olyan fiatal színészek fognak színpadra lépni, akiket a fiatalok nagyon jól ismernek itt Fehérváron, ugyanis a Pál utcai fiúk szereplői, és hát egy nagyon sikeres darabról beszélünk, amit sokan láttak, és bízom benne, hogy sokan megszerették ezeket a szereplőket, tehát őket lehet viszont látni, tehát egy nagyon lendületes és maga nemében hát élvezetes és nagyon gazdag mondani valóval rendelkező művekről beszélünk. No, és akkor maradt nekünk Megyesi Schwarz Lucia és Tóka Ágoston orgona művész koncertje. Tóka Ágostont a Szent Imre templomban köszönthettük az elmúlt esztendőben. Örülünk, hogy otthonról hazajött, ha úgy tetszik. Milyen lesz ez a koncert? Beszéljünk róla. Hiszen Mendelssohn, Bach, Telemann, Mozart, Bolman. Igen. Valóban Ágoston szerepelt már ebben a sorozatban, de hát a fehérvári közönség azt hiszem, hogy nehezen telik be vele, hiszen sikert sikerre halmoz most az utóbbi időben, versenyeket nyer meg, és azért nem mondhatjuk olyan nagyon sokat nem játszik itt Fehérváron, tehát örülünk, hogy ezt vállalt, ezt a koncertet. Három nagy orgonaművet fog játszani, ebből az egyik természetesen Bach műve lesz, illetve Megyesi Schwarz Lucia nagyon, én azt gondolom, népszerű darabokat válogatott össze, a baroktól kezdve romantikáig, és ezen túlmenően pedig jó magam és Gábor tovább fogjuk színesíteni ezt a programot, kis kamarazenével, és illetve énekszámokhoz egy kis pluszt igyekszünk hozzátenni. No, annyi időnk maradt, hogy még essék szó a Műpa koncertről, mert bármennyire is nem Székesfehérváron van, én azt gondolom, hogy a Műpában szerepelni az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnak is rang. Igen. Igen, erre utaltam előbb, hogy tényleg hihetetlen, hogy itt ülök, és két olyan darabról beszélek, hogy az egyik két olyan sorozatról, amiben mind a kettőben egy ilyen kortárs darabot tudunk játszani. Itt erről van szó, ez egy kortárs opera fesztivál az Armel szervezésében.
és két napja próbáljuk a darabot, és nagyon-nagyon szeretjük. Tényleg minden várakozásunkat eddig felülmúlta. Tehát szerintem egy nagyon-nagyon szórakoztató, ez a megnyitója lesz a fesztiválnak, és én nagyon-nagyon sokat várok tőle. És persze egy nagyon rangos dolog, úgy gondolom, hogy ez nagyon jó, hogy a zenekar tudja csinálni. Hát ez egy megerősítés mindenképpen, sőt, tehát maga a Harmonia Albensis koncertsorozat is megerősítés, hiszen én azt gondolom, ahogy már mondtuk, a Fehérvári Kamara komoly zenerajongók, ott a helyük, és ott is lesznek. Tehát július 4-én a Ciszter templomban az első koncertre várjuk, kedves nézőink, Önöket szeretettel. Uraim, köszönöm, hogy megtiszteltek, és jó munkát, lesz azért dolguk bőven, mondom én. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, témánk a Harmonia Albensis templomi koncertsorozat volt, vendégeim pedig Major István, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója, Selmeci Gábor koncertmestere és Dubocki Gergely művészeti vezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!